Nos, hát idén sem maradhatunk szép lányok nélkül, közülük is a legszebbet keresi a Miss Universe Hungary, és most már egyre inkább szűkül a kör. A 16 fős mezőny mostanra összeállt, de hogy milyen konfliktusok árán, erről beszélgetünk most Kelemen Henriettával, a Miss Universe Hungary tavalyi győztesével, és Zsidró Tamás mesterfodrásszal. Jó reggelt! No, aki egyébként a szakmai zsűrinek az egyik tagja. És aki egyébként részt vett ebben a válogató, vagy ezen a válogatón, ha jól tudom, hiszen egy roadshow-t csináltatok, aminek keretében kerestétek a legszebb 16 lányt. Hogy sikerült? Igen, voltunk Debrecenben és Veszprémben. Gyönyörű lányok jelentkeztek, tehát tényleg nehéz volt már ott dönteni, és ezután következett ugye a budapesti casting, ami tényleg felgeteges volt, és olyan lányok jöttek, hogy a végére már tényleg összetűzésbe kerültünk, hiszen nem tudtuk, de mindenkinek más ugye az ízlése, mindenki más nézett, mindenki mást vett előtérbe, és alig tudtuk eldönteni a végére, hogy ki legyen az a 16 Hányan lány. Hányan döntöttetek? A szakmai zsűri? Henny, hát Katus Attila volt. Ugye Sárosi Zoltán fotós. Tehát ez azért nagyon jó, mert tényleg mi más szemmel nézzük a szépséget, ugye. De mindig szubjektív dolog, hogy kinek mi tetszik, milyen van akinek a szőke, van akinek a barna, van akinek a vörös. És ezáltal tényleg úgy van, hogy az első 18-ba a zsűri mindig összeveszik. Tehát az egy normál dolog, hogy ott azt mondjuk, ezt a lányt miért nem tesszük be? És akkor jön a nagy vitatkozás. Körülbelül egy ilyen 6-8 órán keresztül, 6 és 8 órán keresztül próbáltuk kitalálni, hogy melyik az a 18. Fontos, mert utána nagyon sok kritikát tudunk kapni azért, hogyha olyan lányok kerülnek be, akik valami miatt nem megfelelőek, akkor rengeteg kritikát kap a zsűri. De szakmailag te mit nézel meg? Mi az, amiben eltér ez egy átlagos? A Tamás a belső kisugárzásra figyelhetett. Persze, tehát, a világbéke meg egyébként. Én azt bírom, amikor a zsűritagok így magyarázzák, hogy hát a fia belső kisugárzás az nagyon fontos. Mondom, én nem erre gondoltam. Nem, abszolút nem. Nem. Ez a belső kisugárzás, ez később derül ki. Mm-hmm. Tehát végülis, amikor beköltöznek a hotelbe, és ott elkezdődik velük a munka, tehát a fotózás. Ma például fürdőkbe vannak a lányok, mert azért van ennek egy háttere, hogy szeretnénk ezen a versenyen keresztül megmutatni a hazánk szépségeit. Ugye tavaly Budapest szépségeit mutattuk meg, a szépségekkel, uh-huh. És idén négyes pedig a fürdőkkel. Tehát hogy azért legyen egy mondani valója, ne csak a pusztán a szépségről szóljon ez a dolog. Ha már a testet nézzük, akkor igen. Most mi számít divatosnak? Tehát volt ez a nagyon vékony lányok korszaka, amiben szerintem mindannyian beleőrültünk, mert igen. Az volt a csodálatos, és most esetleg nem jön vissza az, hogy a kicsit szélesebb csípőjű lányok, teltebb keblő lányok legyenek a ideálok. Én úgy gondolom, hogy a 16 lány, akit kiválasztottunk, hogy nagyon változatosak, tehát tényleg mint hajszínben akár a szöke, barna, vöröses, úgy alakban is, de minden figyeltünk arra, hogy formásak legyenek, szépek legyenek, a bőrük feszes legyen, tehát nem az volt a cél, hogy anorexiás lányokat mutassunk be a színpadon, hanem olyanokat, akik mutatnak a színpadon, és ez akár lehet egy... Tehát a hagyományos értelemben vett nő. Így van. Ilyeneket kerestetek? Abszolút. Én már 20 éve csinálom ezt a szépségversenyes dolgokat, ami óriási változás a lányokon, hogy nagyon tudatosan építik például a testüket. Tehát régebben azért volt egy időszak, amikor olyan lányok kerültek be, hogy nem voltak... Tehát még sokat kellett velük dolgozni, hogy az alakjuk olyan legyen, amilyen. És mostanában én azt látom, hogy teljesen ennek a Katus Attila nagyon-nagyon örült, hogy olyan lányok voltak, tehát a 80 lány között olyan lányok voltak, akik bizony-bizony fittek, izmosak, szépek, igen. Magasak. Na jó, de hát mondjuk egy szépségversenyen azért mi laikus nézők, ugye abszolút az arcra figyelünk elsősorban, nem? Hogy milyen az arca, milyen a frizurája. Ez szerintem egyébként ez is a legfontosabb, mert a királynő, hogyha megjelenik, szerintem az arca az, ami nyilván mindenkinek szembetűnik. És azon nem nagyon lehet változtatni. Így van, hát lehet mondjuk így
kisebb, nagyobb elvatkozás. De erre nem mondja nekem, hogy férfiként nem nézed a testét, például a bikinis felvonulás. De hogy nem nézem, csak ugye azt mondom, hogy alapvetően mindig az arcon ragad meg először a tekintetünk, utána megyünk lejjebb. Vagy? Alulról, volt egy közvéleménykutatás, egy nagy cég, ugye egy szépészeti cég csinálta, és az, hogy egy férfi mit néz először meg egy nőn. Az első kettőt nem mondom, de a harmadik az a haj, és képzeljétek el, a fényes haj. A fényes hajú nőket nézik meg a férfiak rögtön a hajukra. Én azért láttam, hogy Anettet nagyon figyelted így a beszélgetésünk elején, mert az Anettnak fényes a haja. Szép, gyönyörű haja van az Anettnak. Igen. Igen. Ezt meg szokták köszönni ilyenkor. Köszönöm szépen. Mert engem ilyenkor annyira zavarba lehet hozni, hogy én nem tudok megszólalni ettől. Tehát aha, nem nagyon hát akkor dicsérjen téged a... Tudjuk. Na de ami lényeg, hogy akkor ti most leveszitek a kezeteket a lányokról, olyan értelem, hogy nem ti döntött. Most rátesszük. Tehát a fotózások során, felkészítjük őket, és utána természetesen lesz egy olyan zsűri, aki ott eldönti ott a helyszínen, ez sokféle szakmából áll össze ez a zsűri. És most egy változás is lesz, bocsánat, igen, hogy ugye az 5 lányt fogja csak a zsűri kiválasztani, és utána pedig a közönség egy minisájton az emuha.hu-n tud majd szavazni azok lányokra, akikről azt szeretni, hogy ő nyerjen. Így van, tehát a TV2-től látható lesz ez a hatalmas show. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Nagyon-nagyon kíváncsiak leszünk akkor most erre a versenyre.